Az 1838-ban épített kastély, mint a Bohus János földesúr családjának lakóhelye, hosszú évekig egy gyönyörű park környékezte, melyet a helybéliek Bohus nagy kertjeként emlegetnek, és amiről ma csupán néhány fa emlékeztet. A neoklasszikus stílusban épült és 30 szobát magába foglaló kastély a tipikus mezőségű udvarház jellemzőit viseli. A homlokzatot, valamint a teraszt dor oszlopok díszítik. Az Észak-Szlovákiából származó Bohus család egyik ősének nemesi rangra emelése alkalmával költözött Világosra, aki egy magas királyi tisztviselői pozíciót töltött be. A Világosi kastély aranykorát a 19. században élte, amikor itt folyt az 1848-as forradalom. Bohus János 1800 és 1894 között élt, akkoriban Arad vármegye alispánja volt, a felesége Bohus Szőnyérni Antónia pedig a magyar forradalom vezetőinek és az osztrák és orosz tábornokok vendéglátóházigazdája 1949-ben. A Bohus kastélyban folytatta tárgyalásukat Görgei Artúj tábornok, a magyar forradalom parancsnoka és Forlov tábornok cári megbízott között a kapituláció és a fegyverletétel körülményeiről 1849. augusztus 13-án. A kastély mellől nagyon jól látni a Világosi várat, mely egyes feltételezések szerint már a 12. században létezett, de első írásos említése csak 1324-ből maradt fent. 1390-ben Zsigmond király Sárói László nemesi ispánnak adományozta. A következő évben azonban más birtokokért cserébe visszavette. Sok-sok viszontagság után 1755-ben Bohus Imre vásárolta meg a várat, melynek köveit kastélyának építésére használta fel.